Szervusztok, üdvözlök mindenkit, én Rok vagyok. Mai nap pedig a desert pályát fogjuk egy kicsit megnézni, egy másfajta taktikával. Természetesen ezen a pályán is alkalmazható ugyanaz a taktika, amit ugye az előzőben, sőt mindegyik pályán alkalmazható, hogy csatahajó középen marad, illetve ugye eddig előre lébet szól egy Moszkva, például egy Zau kijön erre spotolni ezt a részt, illetve két Zau följön ide, attól függően, illetve egy Moszkva és egy Zau, attól függ, hogy milyen hajótok van, illetve egy Dömoly beáll ehhez a szigethez, csatahajó ideáll, Rombi pedig megpróbál itt spotolni, illetve behúzni a kepet ugye idővel, miután ő tőle kicsalta például a radart. Tehát ez ugyanaz a taktika, mint az előző térképen, hogyha végignéztétek a Norton, az eléggé szájbarágósra sikerült videó. De most egy másik fajta taktikát szeretnék nektek mutatni. Ez egy inkább támadó jellegű taktika. Ezen úgy gondolkodtam, agyaltam, illetve egy részét tapasztaltam, méghozzá úgy, hogy ellenem alkalmazták, illetve ellenünk például. És ezt egy kicsit megmókolva próbálnám nektek a történetet elmagyarázni. Tehát első csatahajónk, megpróbálom kicsit gyorsabban, hogy ne legyen annyira hosszú, mint a másik. Ez a csatahajó mozgása tulajdonképpen ebben a mozgásban kiismerül, és ő mehet erre, hogyha nagy a gond, illetve ha nincs gond, akkor pedig erre fog eljönni, lőni errefele mindent, amit ő éppen tud. Tehát a csatahajó mozgása az ennyi. Marad, amint láthatjátok, egy darab Geringünk, egy darab Zaunk, egy darab Dömoly és három darab Henrynk van. Ugye ő a Yamato. Nézzük akkor, mi a helyzet a Dömoly-jal. A Dömoly ide fog beállni, nyilván nem ebbe az irányba, hanem így körülbelül ebbe az irányba, úgy, hogy nem dugja ki az órát. Ő csak azért van, hogy beradarozza ezt a helyet. Ugye 9-9-ig megy a radarja, ő csak radarozni van, esetleg erre felett tud ellőni. Erre fele lévőket tudja támadni. Jó, és őrá nem. Őrá nem megy kilőni. Őrá, ő ott lesz majd a Zau. Hogyha nagy gond van, akkor a Dömoly-jal majd úgy is menekülnünk kell, majd azt is meglátjátok miért. Úgyhogy a következő hajó nem más lesz, mint a Zau, akinek a mozgása a következő, ugye valahonnan innen indultok, és szépen ezen a részen jön föl, egész idáig. Itt beáll ugye a jól megtanult fenék formációba, és innen pedig elkezd visszatolatni ide. Hogy ez miért kell? Mert tulajdonképpen ez a két hajó lesz csak ezen a kepen. Tehát ezt a kepet tulajdonképpen előbb-utóbb át fogjuk engedni az enemynek, de megpróbáljuk minél tovább tartani magunkat, hogyha lehetőség van, amikor rájön az enemy, hogy hoppá, itt csak ketten vannak, de nincs több hajó. Illetve a Yamato, hogyha olyan helyzetben van, hogy fixen, 100%-on tud lőni hajót, és telibe szedni, akkor ellőheti magát oda, ugye? Mert felszpotolja magát, és látják, hogy a Yamato középen van. De inkább nem is mondom, ha tud lőni úgy, hogy biztosan eltalál, akkor nyugodtan tessék vele lőni, kész, nem baj, ha meglátják a Yamatót. Tehát ez a két darab hajó. A Dömoly, illetve a Zau vannak itt, és próbálják ezt a kepet minél tovább visszatartani, hogy befoglalják. Ugye ahogy elkezdik húzni, egy icipicit vár a Dömoly, így harmadáig fölérjen, hogy a Zau addig rábírjon állni a kepre, és majd lőni tudja a DD-t. Ugye akkor ő föl fog spotolódni, és ők bizony elkezdik majd megszedni őt. Általában ez a mozgás fölülről az eneminél, hogy erre eljön a csatajó, hogyha gond van, akkor visszabír fordulni és visszajönni ide. No kérem,
Tehát tegyük fel, az enemy DD elkezdi húzni a kepet, ő elradarozza magát, és a Zao rálő egyet. Ő összpatolódik, innen elkezdik lőni. A Zao ugye fenékkel van, sajna nem lehet megfordítani a hajót, ugye mivel fenékkel tolatva ő próbált erre jönni, akár egy kicsit ferdén, úgyhogy a sziget takarja, akár ebbe a szögbe lehet vele tolatni, akkor mind a négy ágyúval rá tud lőni erre a részre, innen viszont védve van erről a részről. Majd elindulhat előre és elkezdi húzni, nem csonton, szépen manőverezve, játszadozva azzal a dologgal, hogy ugye mi, ha esetleg nem sikerül kiszedni ezt a rombolót, vagy el sikerül menekülnie ki, akkor ő tudjon úgy elmenni, hogy a torpedóit még belöki ebbe az irányba. Mutatom is. Tehát ő szépen toladgat ezen a részen, befele. Amikor húzzák a kepet, Demoy radar, és lő a Zao befele a kepre, illetve ha eltűnik a DD, és amíg biztonságba tud lőni, addig lövi ezt a Demoyt, ami az enemynél ott áll, illetve belöki a torpedót is, attól függően, hogy hogy áll a hajója, és milyen szögbe tudja ellökni. Remélem érthető volt. Ezek után a feladata annyi, hogy nem is tudnám, tudom, hogy mivel tudnám nektek jelölni, talán fehérrel a megadás jelképeként, hogy tulajdonképpen a Zao-val utána már csak annyi a feladatunk, hogy ezen a részen ezt a felső enemy részt húzzuk magunkkal. Ha bátortalanok, akkor el lehet erre is húzni őket, hogyha ők itt jönnek befele. Mert akkor két tűz közé kerülnek, és valakinek mindig citát fognak mutatni, illetve ugye oldalát fogja mutatni. Ebben benne van az is, hogy a Demoyt előbb-utóbb el fogjuk veszíteni. Ezt vegyük is vissza azokat a nyilakat. A legvalószínűbb, hogy ők itt rájönnek, hogy kevesen vagytok, és itt erre fölül körbe megpróbálnak betámadni titeket. Illetve a bátrabja elindul erre, és jönnek a Zao-nak. Ugye mindenféleképp ele kell dobni a spotot, és csak akkor lőni, hogyha esetleg újra visszamegy a kebbe a romboló, és a Demoy fölradarozza. Na most azért mondtam, hogy lehet, hogy elveszítjük, mert lehet, hogy a Demoynak nem lesz ideje itt kifordulni. Vagy kifordulni, vagy úgy, hogy eltolat, és úgy kifordulni, és menekülni. A lényeg az, hogy mindig próbálja a hegyeket tartani úgy, hogy őt ne lássák, és szép lassan, óvatosan ez a két hajó, a Demoy és a Zao szépen ebbe az irányba menekülnek, és mindig visszafele lövöldöznek, próbálják bontani a hajókat. Most rengeteg nyíl lett, remélem érthető, ha nem, akkor ez van, akkor nézd meg még egyszer a videót, és most jön az a része, ami a pusolós taktika, ami nem másban merül ki, mint látjátok, nem hoztuk ide a DD-t. Lássuk is akkor, hogy mivel állunk szemben. Van három darab Henrynk, illetve egy darab DD-nk. A DD mozgása egyrészt fontos, ugye ő bejön a kebbe, behúzza a kepet, majd nem áll meg, hanem megy szépen előrefele, majd ebbe az irányba, ugye, hogyha nem lát senkit, a Zao, enemy Zao ebbe az irányba fog lefele tolatni. Nagy valószínűséggel a Moszkvájuk, vagy Demoy, vagy bármilyen másik hajó, ami itt van nekik, az pedig itt fog állni a szigetnél, esetleg lassan arra szól előre. Visszaveszük ott erről a Zao-ról a nyilat. Tehát ez tulajdonképpen a gearingünk. Na most, amikor valahova ide elér, de inkább úgy mondom, hogy ugye valameddig eddig elért. És most jön a három Henry, ők szorosan követik. Egy fontos dolog. Viszont az enemynél figyelni, egy előre haladott a klán, vagy nem tudom, hogy fogalmazza másképp. Tehát egy jobb klán, az figyeli a kepet, hogy milyen gyorsan húzzák be. Ugye, ha négyen benn vagytok, akkor pikpak behúzódik a kep, és az enemy már leszúrja, hogy hoppá, itt valami izé és susmus van a dologba, és úgy mozgósítja az ereit, hogy egyből ezt a nagy hajót
illetve egy darab cirkálót még visszaküldenek erre a pontra. Mert ugye ők itt bementek ketten, behúzzák egy perc alatt, ti bementek négyen, behúzzátok 20 másodperc alatt, látják, hogy oppá, hát itt vagy négyen húzzák azt a kepet minimum. Tehát ez a három darab Henry a kepet kikerülve nem belemenni a kepbe, hadd húzza egyedül csak a gearing, szép nyugisan, tök lassan, hogy az enemy azt higgye, hogy csak egy, illetve max. Két hajó lehet ezen a részen. Ugye a Zao-nak a gearinget mutatni fogja, de hát ugye nem tudja egyelőre, hogy egy gearing jön erre a részre. Tehát a Henrik ezen a részen próbálnak utána jönni a gearingnek. Majd arra nagyon kell figyelni, hogy tényleg olyanok játszanak a Henryvel, akik tényleg tudják használni azt a lövedéksebességet, amit a Henry produkál, mert egyszerűen szivató. Tehát a gearing szép lassan elkezd fölfele úszni, a Yamato addig bemozgott erre a részre. Kiderült, hogy mi a helyzet itt fönn, ő gyönyörű szépen átbír lőni arra a részre addig, de folyamat készül arra, hogy MS oldalon be kell segítenie, illetve ugye a hegyeken átlőve akár spot nélkül őt is tudja lőni. Jó, tehát a csatahajó az megint csak egy ilyen snasz mezeiként maradt középen. Neki akkor lesz dolga, amikor a többiek úgy megindulnak és be kell segíteni. Illetve szintén védeni, tankolni ezeknek a hajóknak a támadását, hogy a Zao, illetve a Demoi visszabírjon vonulni erre a részre. Tehát odáig jutottunk, hogy a gearingünk eljutott ide. Beszpotolja a Zao-t. Nem nyom egyből füstöt. Mert a Zao csak annyit fog tudni, hogy hoppá, főszpotolódott, de hol a repülő, ami látta, vagy valami, értitek? Hát ő hirtelen elkezd indulni előre. Majd a gearing, vajon hogy jelöljem nektek? Talán fehérrel kellene, nem is megvan, hogy jelölöm nektek. Ezen a részen húz egy jó nagy füstöt a többieknek, hogy a Henrik bántatlanul közelebb tudjanak jönni. Ugye nyilván a gearingünk megy fölfele, folyamat spotolja a torpedót, illetve a Zao-t. Nem megy hozzá 6 kilométerre, csak annyira, hogy ő spotolva legyen, és vigyázz arra, hogy ha itt fölszpotolja a Moszkvát, vagy bárkit, akkor elbírjon menekülni. Ugye a füst miatt egyből le fogják szúrni, hogy itt a DD, ez a rész biztos, hogy meg fog indulni automatán erre, mint az ökör. Tehát a gearing spotolja a Zao-t, és az a lényeg, hogy a Zao-t végig spoton tartsa. Most jön a három Henry, most azt nézzétek el nekem, egyenként fogom csak mozgatni, sajnos nem lehet egyszerre a hármat mozgatni, de a három Henry, azt most vegyük úgy, hogy ez az egy darab. Jó? Úgyhogy le is törlöm a másik kettőt. És ez az egy darab hajó jelképezi a három Henry. Ők bejönnek a füst mögé, vagy a füstbe, és úgy állnak, hogy a Zao-t gyönyörű szépen tudják lőni. Elnyomják, először is elkezdi mind a három spamelni a Zao-t. Mind a három hajó, azért húzok három csíkot, jó srácok? Tehát mind a három a Zao-t. Nem foglalkozunk ezzel a szutyadékkal, a Zao-t. Focus Fire a Henrikkel, a Zao-ra. Ellőjtek, ki fogjátok gyújtani egy-két helyen, és nem fogja kidodzsolni tudni a golyókat. Egy-kettő biztos eltalál, és ki fog gyulladni akár két helyen is, és akkor nyom egy javítót. Na, akkor jön a Henrynek az ereje. Mindenki elnyomja a gyors tüzelőkéjét a Henryn, és szarjátok rá a golyót. Olyan sebessége, mintha egy dömoljal lőnétek, és két-három helyen újra ki fogjátok gyújtani, plusz iszonyat mennyiségű sebzést kap a Zao. Nagy valószínűsége előtök rajta torpedó állványt véglegesen, illetve folyamat gyújtjátok is. Nagy valószínűséggel ezt a Zao-t, ezt ki is iktatjátok a játékból. Ugye a füst iszonyat hosszú a gearingnek. Ő nyugodtan, miután elpusztult a Zao,
visszavesszük a nyilakat, ezt az AO-t innen el is tesszük, mert ugye ezt kinyírtátok, tehát ezt vegyétek úgy, hogy nem létezik már. A gearing szépen jön fölfele, lassan a Henriknek eltűnik a füst, elindulnak, és szépen elkezdik őt gyújtani. Három Henry iszonyat mód tud gyújtani és sebezni. Egy hajót pillanatok alatt lehet a Stalingrád, Moszkva, bármi. Nagyon hamar lebírnak HP-zni, plusz ugye a gearing ugye szarja befele oda a torpedót. Ugye a három Henry továbbra is indul fölfele, minél jobban kihasználva azt, hogy messzire legyenek, illetve a sebességüket, és a többi, és a többi. Na most eddigre a túlfelén már rájöttek, hogy gebasz van. A három Henry kifókuszolja, vegyük azt, hogy most az enemynél itt egy Moszkva van. Kifókuszálja a Moszkvát, szarrá sebzik, nagy valószínűsége ő is pillanatok alatt meghal, mert a Henriknek nagyon hamar betölt az a boost töltő. Egy fontos dolog van, hogy ha kigyújtjátok, szóval hogy mondjam, ha meglátjátok, hogy ott ne egyből nyomjátok el a gyors töltőt, mert először kigyújtjátok, ahogy lövitek hárman egy helyen, majd kigyújtjátok két helyen, ő el fogja javítani magát. Na, hogy utána még egyszer biztosan kigyújtsátok két helyen, akkor kell elnyomni a gyors tüzelőt, és mindenkinek szarni rá továbbra is a hogy hívják ott. A H-et. Na most a gearing közben újra van már füstje, ugye továbbra is fogja, nyom megint egy füstöt, ezzel a mozgással végighúzza a füstöt, majd talán elmenekül erre, attól függően, hogy a Moszkvának van-e radarja, ugye nem hosszú radarja van, sebessége játszva, elég jól ki lehet játszani azt a 20-25 másodpercet, vagy 30 másodpercet, nagy valószínűséggel túl fogja élni. Majd a Henrik megint büntetlenül lőhetik őt is, hogy a gearing utána dolga végeztével följön, megpróbál bemenni a kebbe, hogyha meghalt ez a Moszkva, és nem bírta eltolatni a hegy mögé, remélhetőleg jól céloztatok, és őt is levettétek a térképről. Ez alatt, hoppá, nem jól csináltam. Ha maradunk a lősguminál, és levesszük ezt a nyilat. A Henrik, akit megint levettem, most belegabajottam majdnem, mint majd a házi cérnába. Ugye a mozgásuk a Henriknek továbbra is ez, miután ez a füst megszűnt. Ugye a gearingünk bement, Keppel, itt meghalt a Zao, illetve meghalt a Moszkva ezen a részen. Ugyan elindult visszafele az enemitől a nagyhajó, mert pánikba estek, illetve a Dömo is, hogyha nem erre indult el, akkor ugye visszafordult és jön vissza. Na most itt jön képbe ismét a gearing. Ugye megpróbálja húzni a Keppet, hogyha be azért seggel, tehát seggel tolatunk be mindig az enemi fele, hogyha a gond van, minél gyorsabban el tudjunk tűnni. Illetve ki manőverezni magunkat a radar távolságból. Mit akarok mondani, ha sikerült behúzni, akkor ugye két kepünk van, akkor megint az a szindróma áll föl, hogy a gearing csak visszajön, és nyom egy füstöt ezen a részen. Följönnek a Henrik ide, és ugye nekik már megint van gyors tüzelő. Szokásukhoz híven kigyújtották a Yamatót. A gearing ugye marad végig spotolni. Tehát a Henrik folyamat lövik a Yamatót, ha spotolódik véletlenül a Dömoly, akkor nyilván lövik őt is. És a Yamatót ugyanúgy a turbó lövőkével szintén. Tehát kigyújtjátok két helyen, ő el fogja javítani magát. Ha három Henry lövi, az pillanatok alatt ki fog gyulladni két helyen. El fogja javítani magát, a gearing szintén ugye torpedózgat befele, illetve megpróbálja a Dömonyt spotolni. Eljavította magának két tüzet, turbótöltőke, bekapcs ismét, a Henrik gyönyörű szépen lövi ki. A két kep a tietek, itt már az a dolog csak, hogy ti mindig védve legyetek a füstben, és védjétek a kepet. Addig a túloldalon azért menjünk vissza egy picit. Ugye a Dömoynak innen sikerült visszavonulni, ők húzzák őket folyamat az AO-val egyetemben. Míg az enemy DD ugye megpróbál minél hamarabb
menni visszafele, illetve ők próbálják támadni, mivel pusolniuk kell, hogy valamelyik kepet visszaszerezzék. Vagy ez történik, vagy pedig az, hogy az egész csapat elindul a saját kepjük fele, ami nem valószínű, mert eddigre ti már elfoglaltátok, de ha mégis ez történik, akkor ugye itt lép közbe a Yamato, neki mindenki broadside van, bárkit lőhet, a Harryk gyújtogatják őket a füstből, és ugye mivel látják, hogy az egész csapat visszavonult a saját gepre, ezáltal akár a Demoy bejöhet ide, illetve a Zao is visszajött egész errefele, és lőheti őket. Nos, nagy valószínűséggel a pontok föl fognak pörögni, illetve mivel van hajókilletek, több pontotok van védekezni, ha szarba a haza, kevés az élet, akkor pedig ledobni a spotot, nem meghalni. Nos, ezt a taktikát azért mókoltam így össze nektek nagyjából, hogy, hogy a hagyományos taktikán kívül esetleg, ha van kedvetek mást kipróbálni, ez lehet nagyon nyertes csata, de lehet nagyon bukó is, hogyha nem sikerül minden jól. Úgyhogy sok szerencsét a kipróbálásához, ellenünk egy ehhez hasonló taktika nagyon jól bevált, ez a három Harrys történet. Nekem mind a négy torpedó állványomat körülbelül 20 másodpercen belül szétlőtte a három Harry véglegesen. Holott fönn van a Zaumon az inkep, illetve a kapitány skillbe is az, hogy minél nehezebben lőjék el. Tehát nincs menekvés. A három Harry, hogyha így sikerül átmenni, akkor gázon. Akkor mindjárt másabb a szitu, hogyha az őrombolójuk is erre jött, stb. De arra nem térek ki, arra majd ti magatok kitaláltok valamit. És szintén mondom, hogy ez a taktika nyugodtan alkalmazható más térképetken, például a Norton, úgyhogy a bal oldalon nyomják föl. De az egy másik térkép, próbálgassatok taktikákat magatok is, és meg fogjátok látni, rajta lehet kapni a legnagyobb klánt is, és el lehet agyabugyálni. Jó, úgyhogy mindenkinek sok sikert, kellemes csatákat, győztes csatákat, legyetek jók, és ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, illetve van lehetőség támogatásra a leírásban szereplő linkeken, vagy iratkozz fel a csatornán, ha szeretnél ilyeneket. Minden esetre jó lesne egy visszajelzés, hogy szeretnétek-e ehhez hasonló videókat látni, illetve ilyen okító jellegű történést, ami talán segít kezdőklánoknak, illetve bárkinek, aki hajlandó tanulni, illetve kicsit gondolkozni, és a többi észszerűen játszani a játékkal. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek a videót, mindenkinek kellemes délutánt kívánok, legyetek jók, sziasztok!